A Mohács 500 programnak amellett, hogy létrehoznak különböző kulturális és turisztikai fejlesztéseket, van egy területfejlesztési dimenziója is, mondta Hargita János miniszteri biztos csütörtökön délután Mohácson. Ezek jól haladnak, vagy némelyikben most várható újabb történés. Ugye, miért mondom azt, hogy jól haladnak? Egyrészt az egyik nagyon fontos fejlesztés az autópálya Bolytól le Ivándárdaig, ez hál' Istennek elkészült, használjuk. A 0 kilométer, ami a régi autópályát, az M60-as autópályát ezzel az újjal összeköti, azt hívjuk nullpontnak, ott is befejeződtek a fejlesztések, ez is nem sokára használatba kerül. És ugye a horvátok is gőzelővel dolgoznak a maguk még meglévő 5 kilométernyi autópálya szakaszukon. Jövő év közepén 2025 második felében Budapesttől Mohácson át Boszniáig egyenes úton haladhatunk ezen az autópályán, tette hozzá Hargita János. Ez végre egész Baranyát dél felé megnyitja. A miniszteri biztos azt is elmondta, épül a gazdasági célú kikötő is, amelyet körülbelül egy éven belül befejeznek. A nagy vágy azonban a Dunahíd, mely a kelet-nyugati összekötetését adja meg ennek a térségnek, az egész vármegyének, hangsúlyozta a politikus. Másként mondva, Pécs-Szeged összeköttetése is a Mohácsi Dunahídon keresztül fog megvalósulni. Most akik figyelik a kommunikációmat Dunahíd kapcsán, mindig pont arról tudósítottam, ahol ez a dolog történik. És utoljára ugye arról beszéltem, hogy már csak egy kormánydöntés kell, és ebben az egy kormánydöntésben a kormánynak, a győztes pályázónak, a majdani kivitelezőnek forrásokat kell biztosítania, hogy megépítse ezt a hatalmas rendszert, a hidat, és a hozzá kapcsolódó hálózatot, ez 28,8 kilométernyi út a Bolyi nagy autópálya kanyartól a túloldalon Baja alatt Csátaljáig. Rendkívül fontos kormányhatározat jelent meg csütörtök este a magyar közlönyben. A kabinet ugyanis döntött a Mohácsi Dunahíd és kapcsolódó úthálózat kivitelezési feladatai ellátásához szükséges források biztosításáról. A határozat szerint a beruházásra 2024-2031 közötti évekre vonatkozóan a kötelezettségvállalás mértékét összesen 389,3 milliárd forintban szabta meg a kormány.